A nyíregyházi Krúri Gyula gimnázium sportolói számos sikert értek el az elmúlt évtizedekben a diákolimpiákon. A fő sportág a kosárlabda, amelyben későbbi korosztályos válogatottak és élvonalbeli játékosok is viselték az iskola mezét. A 2016-2017-es tanévben két sportágban, kézilabdában és kosárlabdában nevezett az amatőr diák olimpia sorozatra a Krúri, és mindkét csapat be is jutott az országos döntőbe. Nagyon-nagyon büszkék lehetünk a diákjainkra, mert azért azt köztudott, hogy iskolánk azért a tanulmány eredményéről azért elég híres. Az országos top iskolák között helyezkedik el tanulmányi szempontból, és mellette akik sportolnak, az egy plusz teljesítmény. Ennek is örülünk, hogy nagyon sok olyan diákunk van, aki különböző sportágakban jeleskedik, akár idézőjelbe profi szinten, akár pedig mint vendég sportolóként az amatőr csapatokban. A régi sporthagyományok mellett két éve beindult, és elsősorban Takács kollégának köszönhetően az ő vezetésével az amatőr kézilabda, illetve az amatőr kosárlabda, ahol olyan játékosok szerepelhetnek, akik vagy két éve már nem rendelkeznek versenyengedéllyel, vagy pedig nincs is ahhoz a sportákhoz alapvetően sem olyan jellegű kötődésük a szeretet mellett. A sporthoz atlétaként kötődő Takács Félix tagja volt a Nyíregyházán 5. helyen végző kézilabda és a Pécsen 7. helyen záró kosárlabda csapatnak is. Kézilabdából annyira sok edzésünk nem volt itt a lehetőségekhez mérten, viszont próbáltunk minél többet gyakorolni. Ugye az iskola alapvetően inkább a kosárlabdára van berendezkedve felszereltségileg, viszont amikor csak időnk volt, próbáltuk megragadni az alkalmat, hogy gyakoroljunk és fejlődjünk, és Takács Sándor tanár úr nem csak technikailag, hanem lelkileg és a csapat mögött teljesen mindig ott állt, meccseken és edzéseken is, úgyhogy ez alapvetően a csapat mellett természetesen az ő érdeme. A kosárlabdában is a tavalyi évben is indult már a B-kategóriás kosárlabda csapatunk a Diákolimpián, viszont akkor a megyei döntőben meg kellett elégednünk a második helyjel, így nem tudtunk az országos döntőre kvalifikálni. Viszont idén újult erővel Kovács Tibor tanár úr is csatlakozott az edzői stábhoz, ha mondhatom így, Takács tanár úr mellett, és úgy látszik, hogy egyre eredményesebb felkészülést tudtunk végezni, és a megyei döntőben sikerült idén a nagy riválisunkat, az Aviszt megverni és kvalifikálni az országos döntőre, ahol szintén remek eredményt értünk el. Az orvosi pályára készülő végzős diák még elmondta, hogy bár többen is távoznak az iskolából, a tervek szerint a következő tanévben is mindkét sportágban elindul majd az amatőr diák olimpiának Rúdi.